Hét polgári és három katonai repülőtér fejlesztésére nyert pályázatot a Hungaro Control Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT közel 700 ezer euró értékben műholdas navigációs rendszereket építenek ki, többek között a Nyíregyházi repülőtéren is. Horváth Péter ügyvezető a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok a közételőző nézőnek! Hogyan fog működni ez a műholdas navigációs rendszer? Mivel és mennyivel lesz ez fejlettebb az elődeinél? Annyival lesz fejlettebb az elődeinél, hogy mint a gépkocsi vagy más navigációba elterjedt műholdas navigáció, repüléstől kicsit szigorúbbak a, a követelmények, hisz kifejezetten erre a speciális ö, kiszolgálásra Európai Uniónak 2014-től van műholdjai fönt. És az azért lényeges, hogy precízus megközelítést lehet műhold segítségével végrehajtani ezen a hét polgári és három katonai repülőtéren. Olyan formában, hogy a repülőtérnek akadálysikjait fölmérik, akadályokat, ezt rögzítik, és a Nyiregyházi repülőteren csak egyetlen kis dobozkát helyeznek el, ami beazonosítja pontosan a, a koordinátákat, és azzal azonosítják, hogy pontos információt köz, közele minden másodpercben a repülőgép fedélzetén lévő műszernek, azaz el tudja végezni a műszeres megközelítést a pályára anélkül, hogy más egyéb földi berendezések lennének telepítve, a repülésben ez volt elterjedt, NDB, egyéb irányadók, amire igazából később is fogjuk használni, de kifejezetten most erre a célra a műholdas navigációt meg később. Ez a rendszer egyszerűbb, precizebb, akár az üzemeltetése olcsóbb is? Lényegesen, hisz nem kerül az üzemeltetőnek ez semmiébe, végül is ez a műholdas információ folyamatosan megvan a repülőgépek számára, és a repülőtek se villanyszámlájába, sem adó sem hitelesítésbe, mint más a, földadók kerülnek, ezek nem kerülnek pénzbe majd. Jár-e valamilyen erőkészületekkel ez az egész fejlesztés, tehát kell-e valami konkrét munkákat, feladatokat végezni a reptéren, mielőtt beszeredik ezt a bizonyos kis dobozt? Így van, így van. Beszerelik a dobozt is, ugyanakkor a Fejlesztési Minisztériumnak a, a segítségével fölmérik a, ennek a hét repülőtérnek a akadálysikerit, ez már folyamatban vannak, vannak a repülőterek már készen van, és ennek a információ ismeretében navigációs megközelítési eljárást dolgoznak ki a repülőtérre. Ezt végzi majd a hungarokontroll. Milyen támogatással lehet itthon a repülőtereket fejleszteni? A repülőtereket fejleszteni EU-s pénz egyetlen országban sem adnak repülőtér kifejezetten pályaépítés, hosszabbítás, utasforgalmi épületre. Más egyéb célra esetleg adnak, ami nem a repülés kiszolgálják, és arra adnak. Ezért mi várnánk a kormánytól azt a támogatást, mint a többi repülőtér is kapott már, hogy a repülőtéren a sürgős fejlesztéseket, amik, amikre szükségesé válnak ahhoz, hogy a nyiregyházi repülőtér egy üzleti repülőtér legyen, azt jelenti, hogy az itteni régiót szolgálja ki, nem olyan formában, hogy csárter vagy, más eh, nagy kereskedelmi repüléseket hajtson végre, hanem az itt lévő vállalkozóknak, a körzetünkben lévő vállalkozóknak a, a repülését szolgálja ki. Hisz egy kisebb repülőtér eh, sokkal szabadabban lehet rajta mozogni, mint mondjuk egy szomszédos Debreceni repülőtéren. Mind a két repülőtének más feladata van, a nyeregyházi repülőtérnek a képzés mellett az üzleti repülés, a vállati repülésének a kiszolgálása lenne feladata. A hogy feladata lenne, lenne igény is a másik oldalon, tehát a vállalati szférából erre. Így van, most is folyamatosan végezzük ezt, de a gépeknek a modernizálásával, kisebb jeteknek szükség lenne, és elterjedésével szükség lenne pálya hosszabbítására, egy szélesítésére és más infrastruktúra fejlesztése ahhoz, hogy még komfortosabban és jobb legyen a kiszolgálás a repülőtérnek, hisz... Ö, most is kiszolgáljuk azokat a sátori újhelyi, nyirbátori, vásárosnaményi vállalkozásokat, kiszolgáljuk, és szívesen jönnek hozzánk, és egy kisebb repülőtér jobban megközelíthető jobban érzik itt magukat. Na hát akkor vannak hosszú távú célok, majd ha révbe akkor beszélünk is erről bővebben. Viszont ami önökhöz köthető, az a Kadét program, a pilótaképzés. Ennek az egyik szakasza nem nemrég. Így van, a holland, két holland partnerrel volt egy közös programunk aminek vége volt, egy picit ez a hollandok drágították, és 26 repülőskola közül egy nyeregyházi tények által választotta a légitárság, és egy újabb program fog indulni. Szeretném megemlíteni még azt, hogy ez a program nagyban segíti a Nyíregyház Egyetemnek a pilóta képzését, hisz, hogyha egy légitárság ezt választja, ezt a képzőszervezetet, ezt a, ezt a nagyon jó múltan rendelkező repülőskolát, hisz az egyetemmel közösen nagyon jó színvonalú is tudtunk végezni az elmúlt közel 50 évben, hisz az 50. év, 50. év fel van beiskolázva most, és folyamatosan minden évben volt kibocsájtás uh, az egyetemről hallgató, úgyhogy ott is nagyobb létszáma túljelenkezéssel, léjákítel kettő fizetéses hallgatók jelenkeznek, hisz párhuzamosan végezzük a kadét programot és az egyetemi képzést. Az új pilóta programban hányan vehetnek majd a részt? A egyetemen 20 fő alapképzésben részesül, és proszgadulás kép képzésben pedig 15 fős a létszám, ami erre megvan a Nyíregyház Egyetemnek a engedélye. Most az első és második évben 16, -16 fő, lemorzsolódás egyébek egy egyebek miatt nincs, nem érte 20 főt el, nagyon bízunk, hogy februárban meg lesz a létszám. Körülbelül ez képzés alatt 30 fő lesz az egyetemen bent egyszerre. A létszám azért is fontos, mert hogy pilótákból is hiány van, és úgy a világon mindenütt. Így van, szóval megérte a kitartás végül is, mert korábban az kisebb létszámmal működött az egyetem. Nagyon nagy egy pilóta a mindenütt, minden légitársaságnak egymástól csábítják magasabb fizetése, jobb munkafeltételekkel feltételekkel a, a pilótákat. Ezért én azt tudom mondani, hogy ha nyiregyház is és szeretne egy kicsit repülni, biztos, hogy nem mennék ilyen másik városba, hisz nagyon jó kereseti lehetőséggel, közeli eh, légitárság bázisokon, Debrecen, szomszédos ország közeli bázisán dolgozhatnak, és nagyon jó megélhetés biztosítani a számukra. Horváth Péter, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!